Magyar Andor. Varga Gábor, Háda János, Ikari Gerda, Szemső Indula, Balsai Mónika, Pál Tamás, Halász Aranka. Hagyjál mire? Az apám még meghallja, elkezdhet szakítani, hogy előndökem ez tök ciki. Nincs is itthon senki. Apád elvitt a játszótérre. Majd ha saját lakásunkban leszünk, akkor lehet. De amíg itt vagyunk, az apámban nem. És fáradt is vagyok. Unom. Saját lakásunk? Mikor lesz nekünk saját lakásunk? Amúgy sem akartam semmit, csak megsiogattalak. Na jó legyen. Rendben, csináljuk. Csak finoman halkan, mert még az ágy is mikor... Adjuk a fenébe, Mirko. Persze. Tényleg fáradt vagyok, nem? Csak kikolásod. Édesem, akkor csak megnéztem, hogy megvannak-e még a kiütések. Nem megkérdezni nagypapával a játszótérre? Nyilván nem ment, ha itt van. A nagypapa alszik. Szívem, a nagypapa délután levél, mint apa. Menj, ébresz fel gyorsan. De mondom, hogy alszik. Mondd neki szépen, hogy nagyapa leviszel a játszótérre. Nagypapa alszik. Papa! 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 Gyerünk! Papa! Miért nem akar felkelni? Nagyon-nagyon fáradt. A nagyapa ilyen későn itt? Két órája. Hívogatlak a mobilodon. Miért nem veszed fel soha? Egy üzletet hozok tető alá, kell a vonal. A testvéred telefonált Rómából. Apa? Szerintem, amikor valakit elhangasztanak, a hamolyban benne van a koporsója, a hamolya. Itt van a temetkezési vállalkozó. Pártapírt alá kell írni. A szállításhoz és a hamozáshoz. Gyere hozzá, kérlek. Nem írom alá. Nem írom alá, érted? Egyáltalán nem mindegy, Mirko. Nem fogom ezután is azt mondani, hagyjátok, Mirko, ilyen. Még arra sincs pénzük, hogy kifizessük a temetést. Ide figyelj, ez a temetés nem egyedül az én dolgom. Úgysem. Felhívtad. Úgysem jön el. Értem, de felhívtad? Úgysem, biztos, hogy megismerem.
Főzök egy kávét. Mire? Illik olyat írni, hogy osztozom a fájdalmában? Igen, ez egy kedves gesztus. Hát természetesen megértem az aggodalmat, Mr. Fox, de a 4-6 napos előrejelzésünk 9-12%-os részvényindex. Pontosan. De valójában azért hívom, mert adódott egy kis kellemetlenségem. Áttehetnénk az aláírás 19-30-ra? Remek. Remek, akkor este találkozunk. További szép napot. Ennyire nehezedre esett kimondani, hogy az a kellemetlenség az apád temetése. Azt hiszed, így kevésbé fofány. Igen. Tazi! A bőröndöd! Nos, mint az kedves nézőink tudják, az örök rázas kérésének eleget mivel pár hete is... Nagypapát várjuk. A Halló Mag Alli! Mi is a játék lényege? Hamarosan felhívok egy közjegyző által korábban kisorsolt telefonszámot. Ha otthon telefoncsöngést hallanak, nincs más dolguk, mint felvenni és azt mondani Halló Mag Alli! Ha ezt megteszik, az önök élet a nyeremény, amely már 150 ezer euróra hízott. Figyelem, kezemben van a szám, már is látszázunk, hatász! Egy pillanakból az önök otthonában megcsönel a telefon, nagyon valószínű! Szinte biztos, hogy én vagyok az utó, hogy önök egy utcajának vele! Halló, Magalli! Igen, kicsim! Nagyon kérem, siessenek, tegyék fel a telefont, mert ötnél több csöngést nem várhatunk meg! Ez ott hamari csöngés, mint semmit üvegyük, kérem, ha a fürdőszobában van, ugorjon ki a kárból és menje fel! Most csak egy számít, hogy felvegye a telefont és helyesen szóljon bele! Halló, Magalli! Az ötödik csöngés az utolsó lehetőség! Az ötödik után másik számmal próbálkozik! Nagyon kérem, hogy menjünk fel! Halló, Magalli, Magalli! Gratulálok! Ki mondta? Megmondta helyes válasz, gratulálok! Elé a 150... Giancarlo? Hihetetlen! Ő megnyert a 150 ezer eurót! Á! Á! Köszönöm! Semmi, csak Augusto volt a virágos. Az Beró kész van. Ó, egy idiót vagyok. Látom magam előtt, hogy az egész család örült. Csupa derű, csupa nevetés. Igen, Luis, mindent kézben tartok. Már letettem a találkozók, hiszen fogsz a félhez. Igen, tudom, hogy jönnek az INC-től is. Tartsd egy kicsit. Egy pillanat. Megjössz? Még el kell intéznem néhány telefon, majd később. Jó, csak semmi pártos, fia. Jó, nem zakok a válladon, de gyere belembe. Smuzd a bőröndön. Igen. Mi az, a mosógépet is elhoztad? Csak ajándékok, kis trónörökösnek. Lehet, hogy nem is emlékszik rám. Hogy van, hogy fogadta? Egész jól, jól van. Kicsi még, és nem is érti még egészen. Azt mondtuk neki, hogy nagypapa alszik, mert nagyon fáradt. Jó, és az így időben majd magától megérte. Itt is a kis legény, hogy vagy? Emlékszel még rám? Tudod, hogy a nagypapám meghalt? Talán már rá is érzed, hm? Davide! Enrico! Mirella! Hogy van? Te idősebb vagy, mint Marcello nagypapa? Csak itt hajszányival édesem. Épp csak idősebb. Ebben a bőrödben rengeteg szép ajándék van. Akkor miért nem te haltál meg előbb? Édesem, menj szépen, játssz a nénikét. Nagypapa, ha, szóval, papa, ott van, ha szeretnéd látni, mielőtt lezárják. Nem. Értem. És eljött a testvéred is. Igen, lezáratják. Most mondd meg, hallottál már ilyet? A nagyobbik fiú még csak el sem jött az apja temetésére. Melyik? Az a külföldi? Az. Mit csodálkozol? 20 éve a szülét se láttuk. Felneveled a gyerekeidet, áldozatot hozol értük, és ez a köszönet. Egyszer a kórot sem küldött a sérre. Hát nem. Így van ez. Ön ismerte? Milyen derék ember volt. Szegénykém, mennyit szenvedett. Előbb a felesége halt meg, aztán az a hálátlan fia hagyta itt. Áll hozzá! Siess, menj is! Köszönöm, Érikém. Most erősnek kell lenned.
hazudt. A nagyapád hol van? Ő már egyenesen a temetőbe ment. Nem bírja a templomot. Erről jut eszembe. Davidét inkább nem viszem a temetőbe. Mit gondolsz? Otthon megvárunk. Jól van. Várjon meg itt! Nézze, nem ez a legjobb alkalom, hogy kigigunyoljam. Nem, Mirko, dehogy, Paolo vagyok. Camilli, az ügyéd fia. Emlékszel, együtt jártunk a logopédushoz, ebből is látszik, hogy nem nagyon értett hozzá. Köszönöm, hogy eljöttél. Ugyan kérlek, fogadni. Részvétedet. Igen, köszönöm. Bocsáss, mert tudom, hogy nem én a legmegfelelőbb alkalom, apám nevében is járok itt, mert át kell adnom ezt. Mi ez, végrendelet? Apám nem volt semmilyen. A lakás és a bérelt, a számlája nem van. Ráadásul mínuszban. Nem tudom, hogy végrendeletet. De akkor mi ez? Mi ez? Nem tudom, nálunk helyezte le van pecsételve, mint átad, és meghagyta, hogy adjuk át közvetlenül a halála után. Igaz, és át kell adnom egyet a testvérednek is, csak jó ideje, nem láttam, úgyhogy nem ismerném már meg. Ő az, igen. Köszönöm. És fogad részt. Szerusz. Szia. Visszakaptam a kocsinkat a baleset után, már csak tudtam, hol kezdjem. Egy évbe telt, még szétszedtem és katalogizáltam a darabjait. A második évben összeírtam a listát, mire van szükségem, és aftárként beszereztem, ahogy ki tudtam fizetni. Az ötödik évben nekiadtam az elektromis rendszer, meg megkötöttem az új drótokat. A nyolcadik évben visszatettem a kerekeket, és újra kromoztam. A tizedik év a motorral telt, ami teljesen tönkre ment, mikor a sziklára csapódott. Az új sorba került volna, és három évbe telt, míg találtam, hogy használtam. Ekkor már 14 éve nem beszéltetek egymással, és még csak a karosszériánál tartottam. A tengervízen még a kasznit is korodálta. Amikor Davide megszületett, már csak a lengés csillapító hiányzott. Azt te vetetnek tenciára. Emlékszel, amikor pénzt kértem a műhelyet? Én már befejeztem, de ti még nem beszéltek. Kényszeríteni nem tudnak, de egy szívességet kérhetek tőletek. Vigyetek anyátokhoz, Calabriába, a mi kocsinkkal. Még ha nem szóltok is egymáshoz, de mindenképpen együtt. A kulcs Gianni nálam. Bánjatok bele finoman, és lassan menjetek, mert a vize könnyen felfor. Szeretnék benneteket, apa? A 3021 21-es kamionjáratra a beszállás befejeződött. Szia, Rinaldi, utolsó figyelmeztetés. Menettem szalonás rátottát reggelire. Mama halála óta. Én szoktattam rá. Minden reggel szalonnás rátotta volt. Már értem, hogy 18 évesen miért szökött meg otthon. 68-ban minden 18 éves megszökött. Ez volt a divat.
68. Ez 69 még már mindig. Mondjuk a nyakadon már ezerszer hallottam. Egyébként is másképp látjuk a dolgot. Már papa, te tudtad, hogy apa összerakta újra a morgett? Nem. És bárcsak most se tudnám. Davide még alszik, nem keltem fel. Ezt az útra készítettem. Milyen útra? Az már rég Londonban van. És nem is tudom, hogy egy elfelállt el. Apád hatalmas dolgot tett, értetek? Ti meg egy ilyen apróságot sem vesztek meg, érte? Úgy sem jön el. Honnan tudod? Azt te nem tudhatod. Azt sem tudtad, hogy a temetés eljön. Mert egy is néznek. Nem érte, hanem magad miatt. Tedd meg... Csak csinálj már valamit. Mi bajod? Hogy mi? Az, hogy az anyád is én vagyok. Hozzá kellett volna menned. Hát, az lehet. Mikor idehozták, rosszabb volt, mint ez. Aztán az apád, apránként lassan, szépen, csendben, nagy türelemmel, mint az egész életében csak ez számított volna neki igazán. Ott is van. Na, gyere velem. Gyönyörű, mi? Elképesztő ez az élet. Épp csak befejezte. És még egy körre sem vitt el szegény Marcello. Vár is megyek. Genciano. Hogy vagy, fia? Meg sem ismerlek annyi év után. Nagyon sajnálom. El sem hiszem ennyire. Köszönöm. Magatokra hagyjak. A kulcs a műszerfalon. A gépen 17:30 megy Reggio Calabriából. Induljunk rögtön, és tudjuk le gyorsan. De én nem tudok így. Most nem. Jó van. Várj csak, neked... Te nem vezetek. Nem, mert mondtam. Nem bírom vezetni, egyszerűen nem. Nekem ez nem megy. Jobb is így. Megvan az engedély az urna szállítására a célállomástól? Nem értem. Hogy hívják a falut, ahová a hambakat viszik? Silla, Reggio tartomány. Nagyszerű. Silla temetője megadta az engedélyt. Nyilatkozott, hogy fogadja az urnát a hambakkal? De ez a végrendelete. Ez apánk utolsó kívánsága. Nem voltam elég világos. Ez nem végrendelet, hanem egy darab papír. Nem számít semmi. És akkor is kellene az engedély. Az a személyi megmána is járt. De legalább a számla megvan. Mi ez számla? Barátom, nem szoktuk a halottakat csak így kiadni. Maga szerezze be az iratokat, aztán várja ki, hogy elkészül az urna. Nem gyorsíthatnánk fel a dolgot? Az emberi hamvak törvénytelen szállítása igen komoly büntény. Kegyelemsértésnek hívják. Akár 3 évet is kaphat érte. Elég világos voltam? Na, még álljon. De teljesen igazad van, Mr. Cole. Ezért telefonálni. Bocsánatot szeretnék. Sajnálom ezt a kis kerevetlenséget. Igen, épp a reptérre. 12 órás géppel megyek, és hát persze, hogy mindent megmagyarázok. Halló? Mr. Cole? Ennek is szép napot.
eszembe itt. Ki engeded be? Nem jöhetsz be. Hívom az ügyességet. Ne, csak... ma hangoztják az alapkámat. Azt akartam kérdezni, hogy szóval, hogy a hamvakban benne van a koporsó hamuja is. Csak kérdem. Az égszerelmére mit képzeltek ti a hamasztásról? Mit képzelsz? Mi ez? Valami örömtűz körülüljük és gitározunk. Azt hiszed, olyan könnyű egy ekkora melákot, mint te. Vepré semmilyen kekszes dobozba. Hosszú meló. És micsoda meló? Megírom a koporsót. Átrakom. Leveszem a fogót. Lecsavarozom a táblát. Berakom a kemencébe. Már értem, hogy kökezelembe. Nem értesz te semmit. Mit értesz te? A holtest ekkor még egyben van. Feltekerem a kemencét 1000 fokra, és 3 óráig hagyom benne. 3 órát? És azt nem teszi bele az urnába. Ja, persze, a csontokat egészben. Ilyen karcsantok megmaradnak. Ekkora vastag medencék, ahhoz egy bőröm kell, nem egy urna, dehogy. Megvárjuk még az egész kívül. Majd betesszük egy darálóba, olyat képzeljen, mint a tió daráló, és ennyi. Egyenként egy comcsont, sincsont, medence, a szépen megőrlik, na és azután valóban mehet az urnába. A koporsó nem kerül bele, a fa azonnal elég gáz lesz belőle, elpárolod, megnyugodhatsz. Most már tényleg egész nyugodt vagyok. Összlem meg este, hazamegyek. És az asszony azt mondja, te Claudio, vettem 2 szelet marhát. Csontozz már ki nekem. Ez neked életöröke. Ne hozzál el szépen, itt nem maradhatsz. Köszönöm. Várj! Hogy hívják apádat? Marcello Rinaldi. Marcello Rinaldi. Azt hittem már meg volt. Hol a felébe voltál? Menjek a reptére! Mit akarsz ezzel? Maradj ezzel! Nem igaz. Miért ugyanarra van? Nem, hamutartó. Meg vagy te húzatva? Még mindig itt vannak? Hová viszik azt az ízét? Itt nem lehet dohányozni. Épp elég hamuva nem értünk is ide bent. Igen, már itt sem vagyunk. Olcsál a cigarettát. Mi van maga, süket? Azt mondtam, hogy olcsál és dobja a hamutartóba. Mi lesz már? Te dobtad bele. Ez kegyelem sértés. Hogy mondják angolul a nagypapát? Granddad. Öreg? Old. Sír? Grave. De tudod, kérdezhetsz a mást is. Mindig kettém a külforgunk. Majd, ha meghalsz, lesz rajtad nyakkendő? Ez az. Fura, hogy a műhely még zárva. Mirko, ha nem jön haza, ebéd, vagy telefonál. Lehet, hogy Jenciano maradt, és ezek tényleg elmentek? Amit az élet elválaszt, csak a halál egyesítheti. Tudod, ki mondta? Hát, nem. Én sem tudom. De reméljük, igaza volt. C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che miseria, questa sera i bambini di strada non giocano più. Non so perché, l'allegria. Allo? Sajnálom, életemben nem mulasztottam el találkozót. Egy szörnyű nagy problémám adódott, de megoldom. Minek állunk meg? Benzinért. Ez szabálya. 2 e-mailt küldtem tegnap éjjel, egyet az SVG-nek, egyet az INC-nek, benne az előrejelzéssel. Utasd be nekik, nyerjen egy kis időt. Mondtam Rómában, lezárok egy ügyet. Mi az, hogy Cole nem hisz nekem? Jó, fel fogom hívni, beszélek vele, küldök egy e-mailt, aztán felhívlak, oké? Ciao. Figyelj, tudnál kölcsön adni, mert nekem most tankolj meg én addig hazasz. Nem hívnád őket menet közben? Nekem nincs mobilom. Hogyhogy nincs. Jól van, használ az e-mailt. Minket nem, kösz. Jó napot, mennyi töltsök bele? Te pillanat, teli, kiköszönöm. Szép kis verbe, gratulálok. Mikor? 70-es? 72-es? Nem? Nem ennek van mahagóniból a padló lemez? Sorry, én nem beszél olasz.
És minden rendben? Az urnát kitértétek? Az urnát? Nem egészen, csak elhoztuk. A kocsi szép, nem ez a gond, csak a bátyám egy felfújt hólyag. Egy furmán hozzám se szól. Akkor szólj hozzá, nem Mirko. És mit mondjak? Én tudjam. Mondjak rámit. Kérdezd a munkájáról, kérdezd Angliáról. És mikor kérdezem? Folyton a mobilon. Jó, egyben ez mindjárt itt van. Hé, hey, tord már át a seggedet, öreg! Az akkúval lehet valami. Volna szíves eltolani? Bocs, ő meg az angol nem beszél. Jól van, akkor megyek. Estére otthon vagyok. Miért mondtad reggel azt? Miért? Mit mondtam? Jó, hagyjuk. Csá. Maradj csak, Bédi, nem mozogj, maradj fekve! Na, Dédi nem játszhatja egész délután a halottat. Annyi játékot hoztam neked, inkább rajzolj valami szépet, és mutasd meg a Dédinek, jó? Oké. Okay. Na, végre jól van. Mirko volt, Genciánóval van, elindult a Calabriába. Akkor már megújthatunk békében. Várjon, még ne halljon meg. Hadd kérdezzek valamit. Csak gyorsan, mert közeleg az óra. Mirko sosem mondta el, mi történt a baleset napján. Genciánul is közte. Nem akar beszélni róla. Azt talán nem viselte azon a napon. Igen, tudom. Eriko, sajnálom, hogy feltétem a sebet. Ne aggódj, az a seb még be sem gyógyult. És már soha nem is fog. Mikor látod meghalni apádat, anyádat, a lelked mélyén tudod, hogy ez hozzátartozik az életrendjéhez, amikor viszont a gyereket hal meg. Az az ostoba érzésed támad, hogy a szenvedésed igazságtalan. Hogy az élet elvánt veled. Főzni előttem egy teját, ha lehetséges jót. Igen. Egy évben már legkésőbb. Hol az irodámban van? Szuper, add már nekem. Jó, vagyis nem akarom elbeszélni. Nem vesztünk el semmilyen üzletet. Van egy másik gép 5 óra múlva. Csak 5 óra! Halló? Basszus, nincs térerő. És te mit csinálsz? Most hogy mit? Mit dolgozol? Származékos terméket adok el. Minek van származékát? Határidős ügyleteket kötök, lejáratkor fizetem. Remek. És még? Még mi? Mit csinálsz? Mit kéne még csinálnom? Milyen Anglia? Igen, Louise, kocsiban ülök, a hálózat az akadozik, és az akum is merül, úgyhogy gyorsan. Tele van angolokkal, milyen volna. Igen. És folyton esik. 58 óta Londonban élek. Ház Chelsea-ben személyzettel. Imányom előtt itt várt a világ minden lehetősége. Képzelheted, milyen boldog voltam. Mikor hazajött Olaszországba 68-as hippit játszani, és hozzámen egy csóró szerelőhöz, aki még komcsi is. Akkor miért adott nekik az esküvőjükre egy ilyen értékes ajándékot, egy ilyen drága kocsit? Tudod, miért adtam ezt a Morgant? Mert tudtam, hogy emelgethetik meg maguknak, azt hittem, hogy is eladják. Emlékeztetni akartam, mit hagyott maga mögött. Eljött a műhelyben át, használok menni. Nem adták meg nekem ezt az örömet. A lányom évekig hozzám sem szólt az ajándék miatt.
Én nem részem is rá. Ott volt, bezárva a műhelyben, az üléseken nejlonnal. Milyen gyönyörű autó. Gyönyörű volt. Mirko először abban a kocsiban csókult meg. De nem értem, mi köze van ennek ahhoz, ami aznak történt? Sajnos nagyon is sok. Azóta egy folyton arról győzködöm magam, hogy mindenképpen történt volna. Próbáltam én minden sorsban, a végzetben, Istennel is próbálkoztam. És hiába az ostoba gondolat, hogyha nem ajándékoztam volna ezt a kocsit nekik, a lányom ma is itt volna. Nem majd nyugodni. És kínoz, mint a cseppenként húzna az eső, mindig a homlokomra. 18 éve. Ja, Istenem, az esőnek. Te egy angyal vagy. Ide hoztam a lábot, mert így a konyha nem ázik el, és te sem veszek szalapával. Köszönöm, kisfiam, aranyos vagy. Tudja, mióta ázunk, harasik? Mindenkinek megvan a maga csöpögése. Igen, de ezt különleg lehet javítani. Csak akarni kellene. Csak akarni kellene helyrehozni a dolgokat. Eleinte csak néha csöpögött. Most már a konyhában esik. Nem. Ha én nem volnék, ezt a lakást már rég elöntötte volna a víz. De miért? Miért olyan fontos neked, hogy tudd, mi történik azon a szomorú napon? Hm? Davide, szívem átvisz játszani a nénikéthez. Védi is anya bevásárol. Ide nem túlzok, Lilis! Igen, biztos, én hamarabb úgy nyugodt vagyok. Boldogan foglalkoznék az ügyen én magam, ha nem kéne ezt a rohadt, ne felejtsd el! Ez túl hosszú sztori. Már is küldök egy e-mailt az ügyfélnek. Mi, hol van ezt meg bárki? A küldjem el. Igen, jó, azt behívom. Figyelj csak, majd elmegyek egyedül Calabriába. Nem érdekes, apa, a apának már úgyis mindegy. Ha szépen kérem, elvinnének? Csak a következő faluig, vagy ahova mennek? Mindenkit meg kell értenem, mert ez már nem jó. Mirko olyan, mintha egy szög van a homlokában, de nem akarná kiszedni. Most, hogy Marcello is meghalt, nagyon félek. Mirko magába zárkózott. Egyre jobban adom észrevette, ő is hallja. Na, ő segíthette magán, de nem. És már bocsánat, nézzen körül. Ez a műhely romokban hever. Mi, akik ülünk az adósságban, sosem jutunk előre. Én hetente kétszer eljárok dolgozni egy boltba. És mit érünk vele? Ő az egészből semmi sem vesz észre. Mint a gondolatban mindig máshol járna, neki mindig más gondja van. Nagyon szeretem Mirkót. És nem tudom, hogy segítsek. Tudnom kell, hogy történt a baleset. És miért hoztál engem ide? Miért itt kérdezed? Mert ő is itt van a műhelyben. És mert csak ön tudja, miért van ez eldugva. És ez nektek autóvája? Te meg nem tűzsz egyet ostobból? Szóval tudni, hogy... Igen, gyarálj, légy, gyarálj! A szerelmethez. Akkor viszont csak találkozott valahol ezzel a tesz szerelmethez. Nem. Akkor mi mindenősz? Autósok valók az országban. Keresed valakit, és azt sem tudod, hogy hol? Márunk irakadtak, nem akarok zavarni. Mi? Calabriába megyünk. Neve zuklan, de kevés az idők. Igaz? Nem tudom. Amúgy Mirko vagyok. Kanyar. Katerina. Genciano. Barátok vagy? Nem. Te. Igen. Ja, ne, ahhoz ne nyújj, az nagyon édes, ne harag. Ezek hangután? Igen, de ez egy családi emlék. Csak meg akartam nézni. Érte, minden az évesik a kollégők. Sajnálom. Kérem egy család lehet, hogy egy ilyen hamburgert vagyok emlékűre adok? Dohányosok. Na, már csak ezt jött. Az. Most kérdezem. Nem tudom. Éhes vagyok, nem? Na, látsz egy helyet, állj meg. Legalább megkérdezik, hogy jutunk vissza a pályára. 10 perc, nem több.
El sem tudom hinni. Akkor voltam velük először nyaralni. Calabriában. Akkor ön fényképezett? Nem, a lányom. Volt egy nagyon nyúzott vénpolaroidja. Hogy találtál rá ezekre? Ja, csak úgy. Egyszer takarításra szett. Ennek már jó pár éve. Csak nem mertem elmondani Mirkónak. Csak van oka, hogy ezt itt tartsak elrejtve. Ekkor történt minden. Az autópálya le volt zárva és esett. Ez volt az a nyár, amikor a lányom meghalt. Mi az, hogy Robert Kati meg az üzletet? Nem, az kizárt. Ez az én üzletem. Holnapokig melóztam érre. Egy tüntetésen találkoztunk. Tudod, ahol diákok vannak a félvilágból. Nyomják a hosszú dagunalom beszédeket. Négy mondatot mondott. Mikor lejött a színpadról, senki sem fogott vele kezet. Én viszont lesmároltam, csak úgy jött. Aztán a káoszban elvesztettem. Tudom, hogy Reggio a valósi. Már bocsi. Egy srácot keresel Reggio Calabriában. Tudod, talán ilyen nagy tartomány? Igen, beesett ez. Nem, az apám volt ilyen valósi, de mi mindig Rómában adtunk, a bátyám meg Londonba. Nem beszéltek egymással. Azért, mert még nem láttuk egymást. Mert Londonban van, én meg Rómában. Csak felhívjátok egymást. Nem. Mert nem vagyunk valami jóban. Akkor miért mentek együtt nyaralni? Nem nyaralni megyünk. Nem? Hát hová? Nem tudom. Miért mondod mindenre, nem tudod? Passz. Ne hivatkozz nekem a gazdasági válságra, egy nagy szart! Na jó, tisztázzunk valamit. Robert, nem köp meg semmilyen üzletet, mert fél hétre ott vagyok az irodában, és mindent elintézek. Világos voltam? Halló? Az a rohadt akku. Mi az? Nem, semmi. Milyen aranyos vagy? Hogy érted ezt már, bocs? Kajon van a fogamon? Na jó, fizetünk és rohanunk tovább. Muszáj ezt most? Tiszta vízlet és a báza meg fa. Majd a szeltől kiszárad. Életem legrosszabb kagylós tésztáját ettem. Talán még azóta sem emésztettem meg. Hogy emlékszik vissza ennyi apró részletre ilyen hosszú idő után? Hidd el, feledhetetlenek. A lányomról is minden részletre emlékszem. A jelen tételemekre is. Pár éve még, ha beuntam a szemem, fel tudtam nézni a hangját, de aztán egy szép napon teljesen elveszem. Most már csak a keresztbetett két kezére emlékszem. Ahogy a kóborsóba fektették. A körme ki volt lapkozva, mintha semmi sem történt volna. És ki mondta meg Mirkónak? Marcello? Ő mondta el? Mirko és Genciano a kocsiban ült. Kész csoda, hogy nem menekültek. Csak azt mondta, hogy nem tudtad. Nem, egyszer kérdeztem Mirkót, de nem válaszolt. Azt mondta, soha többé ne kérdezzem. Na hát. Ez akkor készül, mikor rosszul lettem. Állj meg, kérlek, ahol tudsz. Nem is oda kérlek. Állj már meg, el kell intéznem egy ügyet. Közben nem megy. Nem, ki kell szállnom, állj már meg. Szerintem ügyet intéz. Szerintem is. Mi van? Mit válasz? Nem adtál még embert hányni? Gyere! Gyere velem! Lélegezz! De hagyjál már, jól vagyok! Mi a baj? Semmi, az autózástól van, nem írom. Nem igaz. A belső háború. De elnyomod és észre sem veszed. Összehorozkó volt. De nem hiszek benne, a kocsit utálom. Miért? Olyan szép. Nem tudom miért. Vagy csak azt hiszed, hogy tudod. Nekem például, ha fáj valami, beszélnem kell róla. Ki kell mondanom? Különben egy piti dologból is tragédia lehet. Tudod, hogy csinálom? Hangosan beszélek. Kimondom és válaszolok magamnak. Mondjunk, K.
Egyáltalán miért utazol egyedül? Hát mert szeretek egyedül. És nem félsz? De persze, hogy félek. Akkor mégis miért? Azért, mert közben nem is olyan ijesztő. Látod, beválik. Tudom, hülyének nézel, de olyasmit is kimondasz, amire addig nem is gondoltál. Hát ez frenetikus. Ha eldőnyödöm, hogy miért utálom ezt a kocsit, akkor elmúlik a hányingerem? El is mondhatod neki miért. Ezt most fejezd be. Nem magyarázkodom, nem tudálok, és rá sem vagyok kíváncsi. Apám megkért valami, de hát megteszem. De az sehogy sincs megírva, hogy közben hazajárkodnom is kell. Igazad van. Bocsánat, bocsánat. És ne játsz meg nekem az áldozatot, úgy viselkedsz, mint egy sarokba állított kisgyerek. Menjünk semmihez. Úgy volt, hogy siettek. Bocsánat, egy pillanat. Anyának a kocsiban halott meg, balesetben. Nem a kocsitól, hanem a kagylótól. Tudod már, hogy hová mész? Igen. Helyes, hol tegyünk ki? Ahol akarsz. Ez volt a kiszáron. Nem így, hogy nem akarunk elvinni, bármi csak... Van egy nagyon fontos dolog. Nekem is. Helyes miatt? Fontos lehet, ha sem tudod, hogy hová mész. Újabb idézet az emlékkönyvekről. Nem számít, hová mész, csak az út, amit megteszel. Na, csak a megtettünk számít. Hát akkor ott mondtam, hogy az enyémben a rászállítás. Mi például egy kicsit a rászállítás? Nem megyek. Jó, de ide fogunk nézni a hírát. Házasok vagytok? Házasok vagytok? Nekem van egy fiam is. Ötös vagyok. És szereted is? Hát tetszik. Mondod neki? Hogyan? Minek a felesége? És te? Jézusom. Gencián Urinádi, 37 éves, született Rómában, a legény, Tina London, Salzburg Hotel. További információért tessék a névi egyem. Ez komoly? Egy hotelban laksz? Miért talán tilos volt? Hét kilométer múlva fel lehet hajtani a pályát. El lesz út. Pár óra alatt ezek vagyunk, nem? Mi gondolsz? Én hozzám beszélek. Azt mondom! Mondd már valamit! Miért nem mondasz semmit? Mondd már meg, percre! Hová az? Mondd, miért állsz meg? Mit az? Bana? Zero? Mi a baj? Nem tudom. Lehet, hogy a hűtőkre pályod be, de ahhoz szét kéne szedni, de nincs itt szerszámom. Jó, csinálj vele valamit, csak gyorsan. Köpje rá. Mi? Köpje rá. Szeretnél belenyúlni? Muszáj lesz megvárni, míg kihűl. De nem tudom megvárni. Akkor ellenőrizd, hogy csak a hűtőjukat ki, vagy a hengerfejek is vesültek. Ha kész vagy, akkor indulhatunk. Mindig ennyire rohansz? Mindig ennyit kérdezel? Mindig ennyit kérdezek. Én meg mindig ennyire rohanak.
És miért rohansz mindig ennyire? Mert az a munkám, hogy előbb vegyek és adjak el, mint a többi. És ha itt vagy, hogyan veszel? Hát sehogy, ilyen egyszerű. És kiértem, mert ahhoz kéne az irodám, a telefonom, de itt el vagyok váltva a világtól. Akkor minek jöttél ide? Mi volt annyira fontos, hogy ott hagyd az ügyfeleket és ekkora szarba keverd magad? Mi? Hát igen, ilyen fontos? Éppen fele? Az utolsóra nem válaszoltál. Csináljuk meg a trakacsot. A nagy hűtő rázárat. Egy, kettő, három. Ez az. Meg is van. A hűtőcső kiukat. Még egy métert megyünk, és vége a motornak. Egy semmi víz sincs benne. És most? Hát, két lehetőségünk van. Vagy jön valaki, és elvontal, ez nem túl valószínű. Vagy pedig keresünk valami csövet, bármilyent, és betesszük ehelyet. Aztán az első szerelőnél megállunk. Vagy itt hagyjuk, és felülünk egy vonatra. Nem a sivatagban vagyunk, csak van vonat. Aztán ha végeznünk, visszajössz érte. Nem hagyhatjátok itt az út szélén. Ha annyira tetszik, akkor vigyázz rá. Úgy sincs semmi dolgod. Én nem derekolok itt egy hülye fűtőcső miatt. Hűtőcső? Tök mindegy. Nem tök mindegy. Apa, nem megkérdő, hogy ezzel menjünk. Nem. Te mondtad, hogy neki már mindegy. Vagy félsz, hogy kibújik a hangtartóból és leszúr, mert vonattal megyünk, mi? Mert mi a mi apánk, mi? A hangtartó csinje? Ki akarod próbálni? Dörösöl meg! Apánk meghalt. Ne bonyolíts tovább a helyzetet. Ha neked fontosabb dolgod van, akkor én megértem. Viszont a kocsit nem hagyom itt. Kete, kérlek, várj meg itt, én meg körülnézek, hát ha találok valami használhatót. Nem próbálkozz, Mirko! Ennél ostobább mondja a bűntudatkeltésnek, nincs is! Te nem sétálod bele! Nem cseszem el a véletemet egy hülye hűtőcső miatt! Igazad van. Ne Isten. Csáv. Ne menj el. Hogy történt a baleset? Kiderült valami? Hogy? A lányom túl gyorsan vett be egy kanyart, a kocsi meg kicsúszott. A fiúk csak ennyit mondtak. Mirko és Genciano akkor reggel összevesztek? Nem, úgy tudom nem. Miért kérdezett tőle ilyet? Ja, nem csak mert... Aznap, amikor Calabriába érkeztek, Mirko felhívott. Azt mondtam neki, nem legyek utána a Sillában, mert egyedül akarok lenni. Nem tudom, hogy akarom-e folytatni vele. Azt mondta rögeszmélye, hogy nekem Genciano tetszik. És jól összeveszünk. Na és akkor azt képzeled, hogy ennek a vitának köze van a lányom halálához. Akkor miért nem beszélnek egymással? Mirko! Mirko! Nézd, mit találtam! Van itt egy szemétlerakat, ott volt egy mosógép meg ez a cső. Fel tudod rakni? Fel tudom, de hova? Hogy hova? Hát a kocsira. Milyen kocsira? Hogy milyen kocsira? A Morgan-re. Látsz itt a más kocs? Mikor visszatértem, nem volt itt se a Morgan, se Kate. Nem tudom elhinni. Hagytad, hogy egy kis csaj megfújja a kocsit? De ne hagytad a kul... Ne. Sokáig tartott, de leesett. Ja, megöntöm! Minden benne volt. A gépem, a hitelkártyám, az útlevelem, mindenem! Mindened? Elrabolták a apát. Te meg a bankkártyádra gondolsz? Na jó, ha lényegre, mit tehetünk? Hogy mit tehetünk? Két dolgot tudok elképzelni. Ilyen autóval legfeljebb 4 kilométert tud megtenni. Vagy itt találjuk, és az autó kampec. Mindenek vége. Ha a mázlink van előtt, talált egy szerelőt, és hány szerelő lehet a környéken? Hogy lehet, hogy veled mindig csak két lehetőség van? Egy probléma megoldásához... Probléma nem létezik, csak megoldás van, végtelen számú. Az enyém az, hogy megyünk a rendőrségbe, feljelentjük, mert ellopta az autót meg a hambakat! Hát ez gyönyörű megoldás. Ja, és Léci, a rendőrségem mesélt el, hogy én loptam el a hambakat. Emlékszel, ez kegyeletsértés. Most hová mész? Hé! Hová mész?
az öreg? Merre mentek? Hát az a helyzet, hogy... Londonba. Én vagyára Calabrába. Kár, hogy az pont az ellenkező irány. Amúgy elvittelek volna. Semmi. Ellopták a kocsiukat, megáll az ember esze. Hát, a tisztességes polgárban nem tudja, hogy védje meg magát. Ebben az országban nincs erkölcs, nincs már semmi. De azért tegyenek feljelentést, és mert még maguk kerülnek bajba. A kocsiban voltak értékek is, vagy esetleg fontos tárgya. Na nem mondom, a feljelentés az egy tortúra. Az ember óránkig ül a sivalmast is irodában. Mindenféle kérdésekkel szetálja, kalbásszám, modell, típus, törzsöny. És még valami a forgalmi, mindenki a kocsiban tartja. Akkor meg mit akarnak? Ez annyira egyszerű, de ezek nem értik. Az ember csak tépi a száját, oda se figyelnek. Amúgy bázunk van, hogy a férjem felvette magukat rajtam, múlik. Magukon legalább látszik, hogy jó szándékú emberek, akikkel értelmesen el lehet beszélgetni, mert az ügyek hosszú, éjszakra jönni Benetóból. Hát bizony az ember egy időben tart ki, vagy a témából. Igen, bocsánat. Mindig az jut eszembe, emlékszel, mikor 3 év a Portugáliába mentünk. 32 órán át tartott az út, 32 órán át. Teljesen kikészültünk, különösen ő, mert egy idő után kértelem voltam szóval tartani, nehogy elaludjon. Aztán eljött a pillanat, hogy kérte fülhallgatót, mert nem bírta tovább. Azt mondta, igen, a zenét hallgatja, mint a srácokat. Mindent kikapcsolta, és megszűnt a külvilág. Luka, Andrea, elég legyen már ebből. Nem igaz, hogy az ember egy fogam mondhat, anélkül, hogy ne veletek kellene foglalkoznia. Luciano, most már te is mondj valamit, meg azt hiszik, csak én beszélek. Biztos, hogy ki akarnak szállni, mert én nagyon szívesen elviszük ám önöket. Igaz, édesem? Remélem nem a srácok miatt. Hiszen még gyerekek, mindig veszekszenek, verekszenek, de nem lehet, hogy lenni egymás nélkül. Testvéreknél ez már csak így van. Hát jó, hosszú után még előttünk. Gumis van Taureánában. Szerelői nincsen, de 200 méterre az újságosnál van a busz megálló. A busszal mehetnek Bányárában vagy Palmiban. És Palmiban van szerelő? Palmiban van egy szerelő, Bányárában meg több is. És ez mi? Sajt? Szappan. Ünnepség a szívmáskodom a tiszteletére. Itt a busz. Várj, nincs jegyünk. Mi volt a szokás egy jegyekben? Hogy az lesz a vége? Két nap alatt sikerült tönkretenni mindent. Mit mondtál? Semmit. A legjobb lesz, ha meg sem szólalom, perfogom a bofállal. Szép is vagy, nem? Szép jó napot. Mi történt, gyermekem? Minden rendben? Jól vagytok? Igen, csak hullafáradtak vagyunk, és egy fuvar jól jön. Sajnos a kocsinkban már nincs hely. Zarándoklatra indulunk. Hát mi is? De hova mentek, fiam? A sziklás Madonnához. Na hát mi is? A szűzanya akarta, hogy találkozzunk. Hívjuk vagytok, gyermekem? Hát... Mi inkább csak kérni szeretnénk olyan csodát a bátyámnak. Szegénykém, s mi a bajod? Súlyos? Hát nem... Nem... Nem hal? De hát süket? Néma, süket néma. Mióta anyánk meghalt, nem épült fel a sokból. És már csak a csodában bízunk. Jól van, csak pár kilométer, összehúzzuk magunkat. Köszönjük. Halleluja, halleluja, halleluja.
Alleluia, alleluia, alleluia. Biztosak vagytok benne? Igen, az utolsó szakasz gyalog kell megtenni. Különben nem számít. Isten vigyázz minden lépéseteket. Ha van rá ideje, nővér, ha van rá ideje. Imádkozunk a csodáért, gyermekem! Azt jól teszik? Mióta anyám meghalt, megőrült, mögez mélye, hogy sikerni ma vagyunk. És itt a bogi szegény. Sose találjuk meg, csak hülyének néznek. Gyalog követjük önnek a Morgannel vasít. Árgombokra túljárván. Nem juthatod messzire. Azt mondták, hogy Palmében van egy másik szerelő. Próbáljuk meg. Van másik megoldásod? Akkor a színésznőt. Kérlek, ne menjen. Csak a kölcsebb hiányzott. A szemét. Neked van barát? Nincs. Meg akarok urvázom az olcsóbb. Mit nevetsz? Semmit. Csak azon, hogy fizetsz érte, hogy egy nő veled. Nem azért fizetem, hogy vele legyen, hanem hogy utána elhúzzon. Kímélj meg a hegyi beszédettől. Nekem ez így jó, én így élvezem egyedül, és stresszesen, így izgalmas. Mirko! Mirko! Na? Bazd meg! Mi bajod van? Vízzel nem kell, most az baj. Jó, értem, de gyere fel onnan! Nézd, az már Palmi. Értem, az már Palmi, csak gyere fel onnan! Hogyha a kocsi nincs ott, akkor mit tehetnénk? Hagyjuk az egészet. Jól van, csak gyere már fel onnan! Mi lesz? Az utcán ismerkedtünk meg. Oda jött hozzám azzal, hogy ciao a nevem Mimi Mirko. Azóta mindenki így hívja Mimi Mirkónak. De nem zavarta, nyugodtan tűrte. A bátyával sem veszekedett. Legfeljebb egy dolog miatt. Zavarta, állatira bepörgött, ha megakadt a beszédbe, és Genciano mondta ki a szó végét. Mondván inkább gúnyolják, mint hogy segítsenek. Mimi Mirko. És igaz volt, hogy szerelmes volt a Gencianóba? Ha? Nem. De aznap Mirko annyit szekált vele, hogy végül azt mondtam igen, mint egy hülye. Nem bírtam tovább. Aztán jött a baleset. Ott voltam mellette. És mikor Genciano elment, úgy folytattuk tovább, mintha mi sem történt volna. Ez már csalója volt. És most is folytatjátok, mintha mi sem történt volna. Ez Mirko lesz. Mirko? Igen, Rinaldi lakás. Nem, valami tévedés lesz, mert az urnát ma reggel elhoztuk. Ha? Igen, értem. Köszönöm. Minden jót. Mi történt? Megérkeztem? Nem, a temetőből hívtak, hogy elhozhatjuk az urnát. Nem tudja felhívni Genciánot? A rohadt életbe. Ki van kapcsolva? Ha nem vitték el az urnát, hova mentek? Lassan én is kezdek csodálkozni az egészen. Még idegéltem. Maguk meg csak mind faránt menvést átcsapnak a kisájon. Aztán végül lezárnak a tengerről. Menögetnének majd a partig, ha vele nem mutanának a sinekbe, a viszirális jár rajta. Na most itt már csak 2 kilométer a régi palmi állomás, értik? Genciano? Na? Emlékszel akkor a tengernél? Mikor? Kicsik voltunk. Olyat játszottunk, hogy kibírja tovább a víz alatt.
folyton húztál, mert mindig te nyertél. Én meg egyszer bosszúból megvizeltelek, és lenyomtalak a víz alá. De nem reagáltál. Erre én még jobban lenyomtalak. Aztán elkezdtél ficánkolni, mert nem kaptál levegőt, és amikor felengedtelek, akkor lila voltál, és sok vizet ittál, de nem szóltál semmit. És nem szóltál anyának sem. Erre emlékszel? Nem. Mirko! A vérrokonságnak nevezett hülyeségben. Nem hiszem. Mit csinálsz? Hazamegyek Csecsiára. Vissza Rómába. Tényleg. Neked van igazad. Úgysem találjuk meg. És Mirko? Tovább van éve voltál! De Mirko, mit van ez a hülyeniba? Mi van a kocsival? Elvittem a szerelőhöz. Te nem vagy éppen mi ő. Mirko! Mirko, itt van! Mirko! 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 Ne akarsz ma! Nem az én vonatom volt. Valaki megállt, hogy segítsen, azt mondta, be voltad. Egy ideig vártunk, de mivel sietett, elvitt a legközelebbi szerelőhöz. Úgy is tudtam, hogy megtaláltok. Mit tudtál te? Ha hülye vagy, így bolyongunk, mint két idióta. Az is csoda, hogy megtaláltuk. Nézd csak! Aj, hagyja már! Meg volt a mobil számod. Amint bekapcsolod a mobilodat, meg tudod, hol vagyok. Csak jobb így ott hagyni az útszélén. Na és a hamutartó? Mi van a hamutartóval? Minden rendben vele. Úgy érde megvan? Persze, hogy megvan. Mert pocska, az apátok abban vannak benne. Milyen ember az, aki ilyesmit képes ellopni? Elárulnád végre, hogy hol van az a szerelő? Hát itt. Ha jó, tároló. De ami a Morgan nem egy halászbárka. Hogy ti milyen rohadt idegesítőek vagytok? Segítek, megoldom a gondotokat, mert csak lefogtok. Állandóan rinyáltok. Neked menned kell, hogy kisod a gépet, menj. Még mindig itt vagy. Nem esik meg, mint aki citromba harapott. Nem tudom, bocsánat, nem tudom, bocsánat, nem tudom. Elviselhetetlenek vagytok. Ha bajotok van a világgal, ne csináljétek le egymás közt. Engem hagyjatok ki. Jó utat. Várj már. Vetettem rá egy pillantást, de szonyan szerezek alkatrészt. Nincs valami műhely a közelben? Műhely? Itt ilyenkor? Né, nincs nyitva semmi. Ezt kézzel kéne hegeszteni, de én nem nyúlok hozzá. Nem értek hozzá. Nekem holnap reggel muszáj elindulnom. Nézze, bocsánat. Áldolom rá. Szóval én is megcsinálom, én egyedül is, ha használhatom a szerszámait. Ha egyedül megoldod, nincs semmi gondom. Igazán bízik bennem. Köszönöm. Mondja csak, nincs itt egy hely, ahol megszállhatnánk. Jaj, már hogy ne volna. Carmelo unokaöcsémnek van egy szállodája. Carmelo Cancia, az öreg Pasquale fia. Ha végig mentek a parton, meglátjátok. Szép kis szálloda, kicsi ugyan, de ilyen szuper. Mi van kiírva? Egy csillagos szállodra. Ez most név vagy kategória? Hát azt hiszem, kettő az egyben. Volt ugyan egy szabad szobám, a hatos, de már kijöttem. Megnézni meg még egyszer. Hat szobánk van, ezt számon tudom tartani, annyira nem nehéz. Hát. Az utolsó szobát az alán vette ki. A barátaim, majd összehozunk magunkat. Ha önnek nem probléma. Vigyek be pótányat? Persze, kérünk pótányat.
Akkor felírom a pótágyat. Hová megy ezzel a hamutartóval? A szobában nincs dohányzás. Ja, ez nem hamuzásra használjuk. Ebben az apánk halmai vannak. Pár nappal ezelőtt halt meg. Itt akarjuk eltemetni Kalabriában, de kevés volt az időnk, ezért elloptuk a halmait, és ebben szállítjuk. Ez kegyeles értés. Na jó. Nyissák ki az ablakot, vagy maradnak függöny mosni. Hogy fogunk aludni? Enyém lesz ez. Ti meg a nagy ágyom. Kimennék a mosdóba. Na. Istenem. Istenem. Igen? Melyik oldalon alszol, ajtó vagy ablak? Ablak? Remek, én mindig kívül alszom, nem érzem magam ellára. Mindegy, én úgyis megyek szerelni a kocsit. Így korán reggel felszállhatsz az első gépre. Úgy sietek. Az jó lenne. Elintézek néhány telefont. Sajnálom, Mr. Cole, volt egy kis problémám. Holnap reggelre. Az a helyzet, hogy holnap reggel... Nem tudom, hogy addig... Ez most ultimátum? Rendben, Frank. Viszont. Mit akarsz? Nem semmit. Nekem is haza kell szólnom, hogy maradunk. És ilyesmit nem végeztem. Ez mikor lesz? Halló? Szia! Csak gyorsan, mert sokba kerül. Szóval történt egy kis baj, lerobbant a kocsi, és úgyhogy kénytelenek vagyunk itt aludni ma éjjel. És csak holnap megyek. Otthon minden rendben? Igen, minden rendben. Csak aggódtam, mert délután hívtak a temetőből, hogy átvehetjük az urnát. Igen, tudom. Ne aggódj. Már elhoztam. Már hogy ne aggódnék? Akkor minek hívtak fel a temetőből? Milla, bízz bennem. Egyszer az életben. Bízz bennem. És a bátyád? Itt van. Hogy jöttek ki? Jó, kösz. Kösz. Rendben. Ciao. Ciao. Azt mondta, bízzak benne, egyszer az életben. És azt is mondta, hogy jól van. Hallottad, Dalida? Apa azt mondta, jól van. Hogy mondják angolul, hogy jól? A Dédi nemrég tanította. Grief. Nem, az a sírédese. Te tényleg rögeszmés vagy. Most már elég legyen ebből, jó? Tessék, itt van. Az egész útunk. Képekben. Rómától Silláig. Nem is értem, hogy miért dobta el ezeket a képeket. Ez ott helyez ki? Hát az apukád. Kicsit fiatalabb volt, de az apukád. Ügyed után akarsz lenni, menj most, nem bírok így aludni.
csak koffeinmentesen. A refluxom miatt nem szabad. Ugyan már? Nekem sem szabad. Gyomor idegen van. Csak vigyázz, mert a kávé az én gyomorra ekkora lyukakat csinál. Soha nem is iszom kávét. Ilyenkor már amúgy is kialszik. Eredeti alkatrész nélkül egy kicsit nehéz, mert a hűtő is ki volt lyukadva, de már majdnem kész. Géliacsövet használtam fel. Bravo. Nem hittem, hogy sikerült. Őszintén szólva én sem. Apa mondta, hogy akkor van a műhelyben. Eltúzta. Tudod, milyen volt apát, nem? Vannak ugyan gondok, de megoldom. Milyen gondok? Már három, nem csak két hónapos hátralékom van. Elmaradtam is, és? Pékséget akarok csinálni. A műhelyből? Igen. Ez nem valami hihényekos. Hát én is ezt mondtam nekik. Apa nem is tudta. Nem akartam még ezzel is akasztani. Ne haragudj. Apa tudta. Ti gyakran beszéltetek? Csak ha volt, mit mondanunk. Te nem láttad a lakást? Azóta nem cserélt ki benne semmit, egy széket sem, egy lámpát sem. Ha eltörött a szemüvegem, megragasztott a szellokszal. A műhelyben is ez ment. Ugyanazok a szerszámok vannak, minden ugyanaz. Tudod, apa megragadtott. Nyilván nem mehetett jól volt. Szóval apa hibája? Miért nem vállalod a felelősséget? Itt sem voltál, ne papolj nekem felelősségről. És mihez kezdesz most? Nem tudom. Ez remek területet jót. Csak nem aggódsz értelem. Meg vagyok hatva. Én nem tudok olyan lenni, mint te. Dulsz, fulsz, pöröksz, üvöltesz a telefonban, tele vagy energiával, stresszelsz állandóan. Nekem ez nem megy. Soha nem próbáltál igazán semmit. Nézd meg! Ezt a két csavart. Mondd meg, mi a különbség? Semmi, egyformák. Csak úgy tűnik. Az egyik jobb menetes, a másik meg bal. Ilyet ebbe sem csavarnék bele. Ebből meg egy csomót használtam. Végigjárom mindig ugyanazt a utat. Egymás után. Csak hogy az út barázdája egyre mélyebbek. A falak meg egyre magasabbak. Hangokat hallok, közelednek, elhagynak és eltávolodnak. Vannak napok, mikor biztosan érzem, hogy a világon minden értelmetlen. És vannak olyanok is, mikor minden tökéletes és szépséges, mint egy virág. Jól meg vagyunk így hárman, igaz? Jó reggelt! Jó reggelt! Kati?
Nyilván rendezik. Jó reggelt, fiú! Teljes kávét, mandulás tejet? Nem, köszönjük, az a helyzet, hogy sietünk. És a lány? Kora reggel elment. A kocsi kulcs nálad van. A francba a kocsi? Hé, srácok, egy pillanat, fizetni ki fog. Á, mennyi? 62 euró. Nekem van 5-6 euró. Kártyával fizethetnék? Sajnos itt nincsen. Nézze, csak 50 euró van, a többi fizethetném fonttal. Hogyhogy nem, ez font, érvényes fizetőeszköz, még jól is jár. Nézze, nagyon sietnék, nem adhatnak kivételesen 5 euró kedvezményt. 5-50. Jól van, akkor lemondunk a reggeliről. Az nincs benne az árban. Nincs benne az árban? Mi az, hogy nincs benne az árban? Egy félkész romhalmazban aludtunk 62 euróért, és még a reggel is itt benne. Szerintem nem most kéne balhézni. Ha nem fizetik ki a szobát, hívom a rendőrséget, értve vagyok? Szerintem két lehetőség van. Itt hagyom zálogba ezt a mobilt. 300 fontot ér, az 500 euró. Elmegyünk a kocsiért, és ha megvan, keresünk egy működő automatát, és hozzuk az átkozott 6 euróját. 5-50 is bőven elég lesz. Nem is működik. Lemerült. Elromlott. Lemerült. Na jó, menjenek. Aztán siessenek nekem. Hol a francba vannak ezen a kobbak? Nem tudom elhinni. Nem tudom elhinni. Ki lopta tőled a kulcsot? Mondotta volna, aki benne hagytam a kocsiban a kulcsot. Húzzad el másodszorra is! Minden rendben, kipróbáltam. Remek munkát végeztél, egy csepp vizet sem eresztettél. Aranykeszed van. A kislány nem járt itt? Nem kellett volna. Mert eltűnt ma, korán reggel. Nekem azt mondta, valami fontosat kell elintéznie. Eriko! Csak? Na jó. Na, csak kicsit fura ez a lány. Hát több mint fura. Elszikik otthonról, és csak úgy utazgat, egyedül. Na és a anya is ezt csinálta az ő korában. Hát az 68-ban volt, akkor mindenki ezt csinálta. Már te is kezdte. Anya 68-ból semmit sem értett. Mindenki Párizsban, Londonban ment feministának, forradalmának. Meg Londonból idejött hátélére. Na és? Nem váltotta meg a világot. De a sajátját megváltotta. Ő legalább boldog volt. Én úgy emlékszem, hogy az volt. Vagy te erre sem emlékszel? Hallgatnak volt. Sértődékén, szertelen is kövén. 56-os volt a életet, 50-esnek mondta magát. Csak rám nézett, és tudta, hogy mi volt a suliban. Egyszer apánk fejéhez vágott egy könyvet, össze kellett varni. A mérgyődésre pedig is. Annyit mondott? Kevés. A rohadt életben a telefonod. Ott hagytuk a hotelban. Megállok. Nem érdemes. A mobilodat, ami a munkaeszközöd, ott hagyod neki. Késő van, sietni kell. Eriko? Miért ül itt? Minden rendben? Mikor a baleset történt, talán Mirko vezetett. Ezért rejtette el ezeket a képeket. Nézd csak! Nem lehet, hogy még azelőtt készült, hogy odaértek? Odafelé Rómából? A szemüveg. A napszemüveg a műszerfalon, nézd csak. A lányom egész úton odafelé panaszkodott, hogy a szemébe süt a nap. Ezt ott vette Sillában, amikor megérkeztem. A rémes út után hullva fáradt voltam, és odamaradtam a házban. Ők meg rohantak a tengerhez megmártőzni. Talán azért vettél a szemüveget, hogy fényképezzem pár pillanattal a baleset előtt. Nem értem, hogy lehet ebben ilyen biztos? Mikor utoljára láttam és megélt, ebben a szemüvegben sétál ki az ajtón. Ahogy már mondtam, csak a jelentéktelen részletekre emlékszem. Mirko beszélt. Talán ezért. Nem beszéltek egymással. Lehet, hogy csak egy darabon vezetett. Lehet, hogy megálltak és helyet cseréltek. Sőt, az is lehet, hogy téved. Bár így jól. Bocsánat, Davide felébred.
engem is meglepett, ahogy téged. És nem is értem, miért nem mondtát el senkinek. Ez nem változtat semmi, akkor is baleset volt. És ha nem az volt? És ha nem baleset volt? A Mirko aznap őrülten féltékeny volt a telefonban. Én meg csak beszéltem a telefonban, de ő elhallgatott. Egy szót se szólt, csend lett, lecsapta. Valahogy az volt az érzésem, hogy valami őrültségre készül. Ez pedig nem jelentéktelen részlet. Eszedbe ne jusson emiatt magadat hibáztatni. Csak egy kocsit adtál ajándékba, mégis bűntudatod van. Muszáj erre, nincs más út a temetőre. Nem, nincs más út. Mirko, meg ne állj nekem. Nézd, friss virág van a rácson. Könyörgök, menjünk innen. Könyörgök, Mirko. Menjünk már innen! Miért csinálod ezt? Mit akarsz tőlem? Nem menekülhetsz egész életedben. Menekülésnek hívod? Élni próbálok, ez neked menekülés? Próbálnám rendbehozni az életemet. A békén hagynátok! És ki nem vagy, papa? Ha halálával elvont a munkáktól? Bocsáss meg, nem akarta. Ennyi? Tényleg? Tudod, te beszélt nekem felelősségről? Te nekem? Hol voltál? Mikor a számlákat sem tudtok kifizetni? Mikor magában zokogott a fürdőszobában? Mikor nézte, hogy ázik a plafon és meg sem mozdult? Mikor én pőztem meg a karácsonyi vacsorát annak, akinek én is mamának is telített? Akkor hol voltál? Csak én voltam elég bátor, hogy otthon maradjak? Akkor miért nem mondtad el az igazat? Miért hagyta magára, hogy megvárja, míg lesz bátorsága bevallani, hogy anya halála a te hibád? Miért nem mondtad el senkinek? Miért nem mondtad el, hogy egy baromság miatt eldurrott az agyad, olyasmi miatt, amit tök te találtál ki? Hogy teljesen megőzültél, hogy nem bírtad leállítani magad? Az ostoba a féltékenység miatt, aminek semmi alapja nem volt, csak nem találtad ki, Mirko! Nem tudom miért, nem tudom! Még gyerek volt, a 18 sem voltam, még nem érted? Nem tudom miért, nem! Rettegtem tőle, hogy te tetszel neki, és mint mindenkinek! Mert Genciano jó fiú! Genciano tökéletes! Genciano így, Genciano úgy! A 18 év alatt nem telt el nap, hogy ne akartam volna bocsánatot kérni! De nem voltál itt, bocs meg! Nem voltál itt! És te ott voltál, mikor apa megkérdezett arról a napról? Vagy mikor nagyapa kérdezett róla? Miért is te haltál meg? Hát félre elkodott a 18 év alatt. Én nem tudok megbocsátani neked. Nem tudok megbocsátani! Mi a fenét csinálsz, Mirko? Gyere vissza! Ne csinálj hülyeséget, gyere vissza! Mirko, ez veszélyes! Könyörgöm, gyere vissza! Mirko! Várj, ne csináld! Ne jöjj be! Kérlek, gyere be onnan! Vagy be, alig várod! Mirko, gyere vissza! Mirko, hadd ide szépen a kezed! Hadd ide a kezed! Én adjam neked! Adj te kezed neked! Gyere ide! Gyere be onnan, kérlek! Na, gyere már be onnan! Gyere ide! Na, gyere! Elkezdtél tegezni. Na persze csak elvételted, ahogy vétett Mirko, vétett Genciano, és vétettem én is. Igaz, ha nem ajándékozom ezt a kocsit,
Talán nem történik meg a baleset. De ha nincs ez az átkozott kocsi, nem lett volna az a csodálatos utazás sem. De szeszélyből elhagytad volna Mirkót, Dávide nem született volna meg, és én nem volnék dédapa. Ők ketten viszont találtak volna rá okot, hogy összevesszenek. Most viszont nem volnának együtt abban a kocsban. Dédi! Ha? Green! Én nem tudom pontosan, hogy sose. Mondanom kell valamit. Nem kell a pápa szösszé. Tudnod kell a hamutartóról. Szóval, hogy apa ide bent. Én tudom, mit akarok mondani. Hogy egy ember nem lehet urnához állni az életeit, a terveit, a tetteit. Ezek nincsenek az urnában. Csak a közel. Nem. Arról van szó, hogy apa nincs teljes egészében ide bent. Persze, nincsenek benne a tanításai, az emlékei. Ez is van. Mi lesz a műhelye? Hát, nem tudom. Hány régi autó van forgalomban, amihez nincs alkatrész? Elég sok. Szakosok rá. Bács, tétáblára nyomt a szórólapot. Szórólapot? Még a bérletre sincs pénzem, honnan lenne reklámra. Pénzt lehet találni. És ki talál nekem, vagy te? No, ez ne. Genciano, kérlek, most én mondom, csak semmi pátosz. Félreért, ez nem ajándék, és nem is kölcsön. 100%-ot kérek a műhely hasznából. Durva, és ez csak így? Nekem jobb is így. Mit kell ragozni? Nem apa hambai voltak a hamutartóban.
Az urna le volt zárva, hogy temetőben nem sikerült ellopnom. Mirko, be kell vallanom valamit. Csaltam. Tudtad? Nem. A tengernél, aznap, mikor versenyeztünk, hogy kibírja tovább a víz alatt. Csalással nyertem. Később buktam le. És nem egyszer, mindig. Ezért nem nyertél soha. Ha azért nyertél, mert nem csináltam komolyan. Amúgy is nyertem volna. Tényleg? Biztos? Háromra merülünk. Egy? Várj egy kicsit. Most léci, ne verj át. Most merülj le velem, jó? Egy. Kettő. És három. Észrevetted, hogy ma milyen csodálatos napunk mi lett? Most először, annyi év után tudok mosolyogni, ha a lánya maradott dolog. Az az ő kép? 15-16 éves lehetett. Milyen szép! Úgy emlékeztem, sokkal erősebb testalkat volt. Anya, nézd, mit kaptam Dégitől! Na, azt már nem. Bocsásson meg, Erikó, de mindennek a határa. Én ilyet látni sem akarok a lakásomban. Azonnal add ide ezt az izét! Davide! Add ide, van szerencsét hozz, Davide! A Bécses ellen viccelek, hallod? Mirko! 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 Még egyszer. Magyar Margit, Varga Gábor, Háda János, Kukari Gerda, Kensei Gyula, Balsai Mónika, Bán Tamás, Halász Magyar. Magyar szöveg, Sulc Ádám, hangmérnök és vágó, Horlósi Péter, gyártásvezető, Németh Külösfal, szinkronrendező, Orosz Ildikó, produkciós vezető, Széber Zsébert. A szinkront az HBO megbízásából az SDI Media Android készítette. We'll be right back.